Hosszú hallgatás után az éterből megszólal ismét a Párásító Podcast. Sziasztok! Szevasz, Fifika! Ja, hogy csak ketten vagyunk? akkor szervusz, Charlie! Derék, hallottam a hangod! Igen, rég hallottad, és milyen soká fogod. Előre is elnézést mindenkitől, meglehetősen tábori körülmények között rögzítjük most mindketten, de csak azért tényleg, mert már egy hónapja nem volt adás, és nehogy az legyen, hogy tehát valami már kellett, mert nekünk is elvonási tünetünk volt, nekem még jobban, ugye, mert én hónapokat hagytam ki, de hát tényleg most ilyen on the fly üzemmódban. Várj, tehát azt szabad tudni most már mindenkinek, hogy miért kellett egy picit a háttérben maradnod? Persze, azért kellett a háttérben maradnom, mert nem akartam az előtérben. Azért kell a háttérben maradnod, mert nagyobb előteret szerettél volna. Igen. Nem, hát több dolog volt. Az egyik az egy baromira, hosszúra, monstre, méretűre nyúlt lakás, adás, vétel, költözés irodából az új házba volt, de ez tényleg egy ilyen júliustól február közepéig procedúra volt, tehát ezt senkinek nem kívánom. Tehát én innen akar, itt ne is vigyenek el, itt ássanak el a kert végébe, bazd meg, tehát tényleg ezt úgy is mondtam, hogy a faszom ki volt már vele. Úgyhogy ez volt az egyik, a másik pedig te is láttad, remélem. Persecuted. Úgyhogy az, amikor kijött a felhívás, és akkor egy picit át is csaphatunk így a mi történt veledre. Igen. Amikor kijött a felhívás, ugye, akkor én már eldöntöttem, tudtam. Ez olyan volt, mint a ABL Premier, hogy nekünk ott kell lennünk, meg kell mutatnunk, hogy vagyunk, föl kell tennünk magunkat a térképre, csináljunk egy dokufilmet. És akkor Éront megkerestem, beszélgettünk kicsit, hogy milyen követelmények vannak, egy elég komoly csapatot sikerült összeállítanunk, ugye, mert azt senki nem látta a végét, csak a kész munkát, de tényleg rajtam kívül, meg Mujó is ott volt néha, és erősen vastag, bold, dőlt betűkkel a néha, de hogy rajtunk kívül senki nem volt ECG-vel kapcsolatosan érintett a témában, és mégis jöttek, segítettek pro bono, hogy így fogalmazzak, hangmérnökök a podcaster szénából, ugye, akikkel én tartom a kapcsolatot, a kollégám, aki meg egyébként rendezvényeket videózik, ő volt a azt nem mondhatom, hogy segédoperatőr, mert hát együtt dolgoztunk, de volt itt mozigépész, van itt mozigépész, aki csinálja a DCP-t, ugye, tehát ezt a Digital Cinema Package-et fogja majd összerakni, mert ugye ez még csak, ami ki lett rakva, ez a screener tulajdonképpen. És hát most már csak az, hogy hátradől, és aztán várunk, hogy áment mondanak erre azok, akik eldöntik, hogy ez a kis dokufilm, ez érdemes-e arra, hogy megjelenjen mondjuk a versenyfilmek között, ugye, mert ez a GFN 18-ra, tehát a mostani varsói nikotinkonferencián lesz egy ilyen rövidfilmes dokufilm
kategória, és ezzel pályáztunk, ugye, magyarok. Lehet, hogy más is csak arról nem. Kíváncsi leszek egyébként, hogy lesz-e még valaki, aki mondjuk ennyi munkát fetszel ebbe a történetbe. Hú, hát összeszámolgattuk azért a fiúkkal a végén, hogy ugye a srácok keverem, Szolnokról jöttek, Szolnokról Debrecenbe, Szolnokról Pestre, mikor a Szávaival vettük fel az anyagot. Aztán még lementünk, ugye még egy körben, még külön Debrecenbe. Az operatőr srác is, ő jött hozzám is innen, tehát azért iszonyat, te is tudod, mert ugye volt, mikor veled is lett volna, csak neked is közben jött valami. Igen, igen, igen. Iszonyat sok embert kellett itt összekalapálni, forgatókönyv. Én nem is gondoltam, hogy valaha az életbe forgatókönyvet fogok írni, 6 oldalas forgatókönyv, az meg mindenkinek leírva, passzusok szerint, akkor rohangászni ugye a technikákért, mert az se látszik, de a saját technikán kívül azért rengeteg felszerelésre volt szükség, tehát itt a slidertől kezdve a teleprompterig millió és egy dologra kellett figyelni, de az a lényeg, hogy megvan. Úgyhogy én nagyon szerettem volna, mert ugye én azt éreztem mindig a profnál, hogy jó, de hát tudod, megjelentetik a kis faszom, tudja, Medical Journal of, nem tudom, England hasábjain és ennyi. De én azt szerettem volna, hogy mások is lássák elektromos cigarettázók, hogy és mi történik nálunk. Azt már le sem merem írni, hogy micsoda anyagmennyiségekkel dolgoztunk itt, hogy elkészüljön ez. És mit kellett eldobni? Igen, ezt akarta, ez lett volna a következő. Tehát a profnak, mondtam neki, hogy prof, így hárman vagyunk, 3-szor szűk 6 perc, és olyan könnyedén elbeszélt 40 percet, Fifika. Nem, tehát is így, ezt kivágom. De nem jó, mert így keresztbe, oda-vissza, mikor azokat a mondatokat kimondta, hogy ahogy az előbb is mondtam, és így tudtam, hogy hú, ezt az egészet el kell dobni. Meg utána, és az előbb, és akkor ez, és folyamatosan mondta a prof is a cigarettázás, mondom, ezt nagyon nem kéne, nem, kezdjük újra. Nem mondom el többször, hogy a kamerába kéne nézni. Hú, igen, azt is mondtam neki, hogy prof, ide mellém, tehát itt vagyok, hozzám kéne beszélni, és tudod, mikor a nagyon valamiben benne vagy, és így elgondolkozol, mert a szemed előtt látod, hogy mi hogy pörög, és még be is csukod a szemed, és ez, fú, nagyon sok anyagot el kellett dobni. A Szávainál, hát az flottul ment, tehát ott megvolt a flow. A sajátomat ugye ott súgógépeztünk, mert rengeteg szöveg volt, és ugye takra kellett mindent, hogy nehogy kimaradjon valami. De hát ott is hát az kemény volt, nem volt helyszín akkor a haveromnak a lakására, menjünk berendezni, és sose az vitt el az energiát, hogy végigmondani, hanem hogy hát ez 2-3 óra volt egy beállás. Csak az, hogy a fények meglegyenek, a hang meglegyen, mert hát itt a srácok is Szolnokról, hatalmas rekszekrényeket hoztak, és betolták bele a kábeleket, és most mehet a hang. Úgyhogy tényleg megtapasztaltuk, milyen lehet az, mikor Aeronék fogják, aztán elindulnak a 18 málhazsákjukkal videózni. Hát ugye nekünk annyi különbséggel, hogy hát nem, tulajdonképp nem, mert mi is ketten-hárman vittük a hátunkon az egészet, úgyhogy ja, körülbelül ennyi volt. Csak sokkal nehezebb volt, annyira láttam magam előtt egy sokkal kerekebb történetet, hogyha nem kell mindent kivágni, akkor ez bőven meg lett volna 40-45 perc is. Hát, és azt leszorítani... Az idő nagy úr, szokták mondani. Hát, az idő iszonyat ellenség volt most, tehát annyira egyfolytában néztem a timeline-t, és láttam, hogy ketyeg, és ugye amellett még, tehát ez már ez az adott mennyiség volt, amit nem tudott egyszerűen a gép kezelni. Tehát mikor az 1 terás SSD, látom, hogy behúzok a projektbe 20 percnyi anyagot, és elkezd fogyni, elkezdenek a 100 gigák fogyni. Fifika, a vége az több mint 800 giga lett ennek a 20 percnek a projektfájl. Csak a projektfájl.
a snittekkel, a vágóképekkel, mindennel. Ugye, mert mindegyik ProResbe lett, ha neked az mond valamit. Igen. ProResbe lett, ugye, mert ez nem úgy nézett ki, hogy csak úgy bedobáltuk, hanem előtte DaVinci-ben a kollégám fényelt, a fényelteket ProResbe kiexportálta, és akkor egy-egy etap mondjuk, tehát egy ember felvétele az olyan 4-500 giga volt. És azokat berántani, azokról megcsinálni a proxit, azokra megcsinálni az optimalizált médiát, már nem jutnak eszembe magyarul a szavak, és akkor utána abból renderelni kétszer. Hú, hát egy ilyen 2-2,5 óra volt a végére a render. Kinek idő. A gépével csináltátok, Charlie? Már hogy a felvételt, vagy a renderelést? A renderelést. Ja, hát az enyémmel, a sajátommal. Hát szerintem 3 hétig folyamatosan főztem a gépet, tehát a processzor az most megdolgozott a pénzért. Úgyhogy örültem is neki, hogy végre valami komoly munka esett a Winchesterre, nem csak ilyen himi-humi szírszar dolgok. És hát tényleg mindenkinek köszönet, aki úgy vett részt, hogy szereplő volt, úgy vett részt, hogy vágóképen, úgy vett részt, hogy úgy jött el így, akit mondtam neked, embereket segíteni, hogy azt se tudták, hogy mi fán terem az elektromos cigaretta. Tehát a kollégámat konkrétan nem is érdekelte a téma, de tudod, neki a munka része volt kihívás, és az érdekelte. A végére összejött ez a lényeg. Szép ez, amikor őszetlenül összeállnak emberek egy cél érdekében. Igen, igen. Félve mondom ki, hogy és még és dislike-ot se kapott a videó. De ahogy ezt kimondom, biztos, hogy rá fog biztos, valaki dobni lesz egyet. Lesz egy gázóra fejű, már megint ott ül a fekete függöny előtt, azt okoskodik. Istenem. Ja. De jó volt. És hát külön köszönet az Egyesületnek, kérlek alásan. Mert hát az Egyesület anyagi támogatása nélkül azért nem jött volna ez létre, mert itt most körülbelül csak az én részem egy ilyen 100 000 forint volt ebből, ami ez a rohangászás, eszközbérlet, anyám kínja, és még ugye a többieknek is az üzemanyag elszámolásai, tehát azért mindenki beláthatja, hogy ez nem ilyen légből kapott dolgok, hogy na, akkor csinálunk egy ilyet, aztán az majd jó lesz, és akkor iPhone-nak. Nekem tényleg csak egyetlen egy kérésem van, tehát ne vegyél új tablettet, és ne vegyél új iPhone-t. Ajaj. Nem szeretném ezt, nem tudom, mennyire emlékszel a tüntetéses sztorira, amikor összejött a pénz, és tehát, hogy vannak olyan férgek, érted, akik azt gondolják, hogy az ember azért csinál egy ilyet, hogy neked új laptopod legyen, új iPhone-od legyen, új telefonod legyen, vagy nem tudom én, tehát a rossz indulat, érted, fortyogó fellegvárának a ajtaját kitárják, és ezt a közösségi médiában még terjesztik is, tehát na... Jaj. A közösségi médiát úgy képzeljük el, mint egy embert, aki a 40 fokban egy ventilátor előtt ül, és jönnek ezek a minden tudó emberek, és mondjuk a tejfölös uborka saláta után belefosnak egy izmosat a ventilátorba. Igen, mondjuk tehát, én azt mondtam volna, hogy egy kislapáttal pöckelik a szart a propellerre. Az is jó, mert tovább tart. Istenem. Igen, Erre mondják azt, hogy na, hát ez is megvolt, még sincs este. Tehát én élvezem ezeket a projekteket. Ez volt talán így a harmadik ebben az ecigis történetben. És akkor de nem akarok nagy szavakat mondani, de ez jó volt letenni az asztalra. Figyelj, én mindig azt szoktam mondani, hogy hát igen, érezd jól magad, tehát hogy ne az legyen, hogy úristen, hanem de, ezt is sikerült összehozni, levezényelni,
nyilván egy csomó embert megmozgatni, mert egyszer valaki így, nem is tudom, így privátban rám szegezte a nagykést, hogy de ez még a legelején volt, amikor te elkezdted az e-cigi tesztek című oldalt szerkeszteni, hogy mit akar ez a gyerek, meg miért segítesz neki, meg íze, és akkor én csak annyit írtam, hogy te figyelj, én, tehát az egyesület, még egyszer mondom, az nem én vagyok, az egyesület mindenki. Bárkinek van egy értelmes ötlete, le tudja vezényelni, mert az nagyon fontos, hogy önmagában az ötlet, lássuk be, szart se ér. Tehát, az ötlet akkor ér valamit, hogyha az elejétől a végéig le lehet vezényelni. És én bárkit támogatok, vagy az egyesület bárkit támogat, de még akár én, mint Ficsor Zoltán is, bárkit támogatunk abban, hogyha egy ilyen projektet végig tud csinálni, és ha jól emlékszem, soha nem akkor szálltunk be egy ilyen projektbe, amikor ötlet volt. Mindig akkor szálltunk be, amikor már látszott, hogy ebből bizony lesz valami, és kellenek az erőforrások ahhoz, hogy a vége be is fejeződjön, és ez egy kerek egész legyen. Úgyhogy tényleg ennyit tudok hozzátenni, hogy bárki kopogtathat nálunk, bárki kérhet bármit, nyilván nem az új kazánját, vagy a régit újra cserélni, vagy a töröttet, de hogyha van egy olyan ötlete, ami kivitelezhető, megvalósítható, és kidolgozza olyan szintre, hogy abból lesz egy jó dolog, akkor mögé állunk nagyon szívesen bárkinek. Na most az, hogy mögét kell állni ilyen sokszor, az meg azért van, mert más nem csinál ilyen dolgokat. Ennyi. Pedig hát még egyszer mondom, az a jó, ha sokan csinálják, mert az ajtó mindenki előtt nyitva áll. Ötlete mindenkinek van, mert azt úgy látom, hogy mindenki sokkal okosabb a másiknál. Tehát az utolsó fél évben se volt becsukva a szemem, láttam mindenféle dolgokat, közben is volt mindenféléről véleményem. Akár csak arról, mikor vágtam az adásokat, és hallgattalak benneteket, hogy bazd meg, ezt megint rosszul mondta, nem hiszem, úgy belemondani, tudod, így fölvenni külön egy sávot, hogy hülyeséget mondtál. Volt egy pár ilyen alkalom, de hát érted, miért pofáznék bele, mikor nem voltam ott, hát akkor... Hát így van, trollsáv meg nincs a Magnum, baszik. Az kéne tényleg. Igen. Egy. Ja, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, vagy azt talán mondtam is, hogy mielőtt azt mondja, hogy hát ez, vagy akármire, hát ez szar, tudod mit, csinálj egy ugyanolyat, vagy sokkal jobbat, és akkor meglátjuk, hogy melyik a jobb, vagy melyik nem. Még mindig ott van, természetesen most is, Damoklész kardja ott lebeg a fejünk felett, hiszen ez még csak a pálya munka. Tehát most még május közepe még van egy hetünk, hogy kiderüljön, hogy széna vagy szalma. Én abban reménykedem, hogy bejut. Sőt, én szerintelenség nélkül, de azt kell mondjam, hogy mikor Istvánnal beszéltünk, ugye ő rögtön az elején mikor leforgattuk vele a nyerset, mondta, hogy ő ezt kiírhatja-e a Facebook oldalára, hogy volt egy ilyen megmozdulás részünkről része felé, vagy fordítva. Hát mondom, István, azt még ne, és kérdezte, de mi a cél? És akkor szerénység, szerénytelenség, mindenféle dolog nélkül azt mondtam neki, hogy nekünk nem az a célunk, hogy eljussunk oda. Nekem személy szerint az nagyon nagy célom volt, hogy a profnak angolul legyen meg az anyaga, hogy mind dolgozik évek óta. Ez szerintem kurva jó dolog, mert akinek én nemzetközi csoportokban oda adtam a linket, legyen az mondjuk akikkel kicsit közelebb vagyok, mondjuk a Giorgio az olaszoknál. Ő fájlalta kicsit, hogy nem volt meg olaszul, mert azt mondja, érti ő az angolt, de na, csak jobb lenne ez igaz mi olasz meg, nyelven. Hogyha... Mi meg nem az olaszt. Tehát... Igen, tehát hogy mondta, hogyha esetleg lenne valaki, aki le tudná fordítani
angolról olaszra. Hát mondom, én nem tudok ilyet, de esetleg, ha te igen, akkor jó. Tehát ő szétszórta az olasz részen. Ott van a másik cimbim, ugye a kulákmadzagos Larry, aki pedig iszonyat nagy skvonker a figura, tehát szörcsögős kazánokban ott van, és ő meg szétpörgette pár angol nyelvű oldalon, és látszott is a megtekintésekből, hogy honnan jönnek, tehát jöttek Amerikából, jöttek Angliából, Németországból, Norvégiából, Olaszországból, Franciaországból egész sokan megnézték. Nekem ez volt a fő célom, hogy a dokit lássák, bocsánat, a professzort, aki már emeritus, bármit is jelentsen, de ugye ez az életkorral jár, azt lássák, hallják rengetegen, hogy nem csak az angolok végeznek mindenféle értelmetlen kísérleteket, hanem nálunk is vannak értelmes koponyák. Illetve ugye Istvánnak azt kellett mondjam, hogy ez volt az egyik célom, a másik pedig nem az, hogy eljussunk a GFN-re, hanem hogyha ott vagyunk, akkor én azt meg akarom nyerni ezzel. Ennyi. Tehát, és mondta is, na, hát így kell nekiállni. Tehát az, hogy csinálni egy futottak még kategóriás valamit, nincs értelme. Mert csak a legjobb filmet fogják a végén, tehát az egész rendezvény a GFN 18 végén levetíteni nagy közönség előtt, és akkor ott lesz a készítőkkel kerekasztal, illetve hát tudod, ez a kérdezfelelek panel, mint mondjuk egy Comic-Conon, vagy bármi más ilyen műsoron, vagy ilyen közönség találkozón, és akkor ott tudnak kérdezni a készítőktől is. Meg ugye hát ezzel jár az, hogy két jegyet kapnak a készítők, hogy ellátogassanak a GFN-re. Uh-huh. Nem azért, mert amúgy is, ha tudok, akkor úgy is elmennék, hát beszéltük, hogy elmennénk. Jó buli lenne tényleg ilyen ecigi rockstárokkal találkozni. Hát beszéltük, meg ugye a kis buszt is felajánlottam, hogy menjünk egy... Jaj, de az nem volt jó, tudod, a múlva. Krisztián már megvette a repülőjegyet, úgyhogy ő már... sinem van a levegőben. Ja. Úgy fölbasztam magam, egy kis off, úgy fölbasztam magam már tegnap megint ezen a izén, most a vizerren, hogy már a vizer is megszüntette ezt, tudod, hogy fapados vagy, de mondjuk vettél két jegyet, mert mész a feleségedre, ja, vagy mész a gyerekeddel, és bazd meg, most az a default, hogy szétültetnek. Hát ha 14 év alatti vagy, akkor azt tudják garantálni, hogy mindenképp az egyik szülő mellett ülsz. De te fizess bazd meg, hogyha a rokonod mellett akarsz utazni. Hát ez annyira... Először ezt én nem is értettem, de nem is foglalkoztam vele, láttam, hogy van valami buli vagy balhé már megint a fapadosokkal, és most olvastam el ezt a cikket, mondom, mi van? Hát ez... Öcsém, tehát, de azt nem értem, hogy te helyjegyet veszel, nem? Nem. Te, hogy mondjam neked, először vásárolsz egy jegyet, fillére kér arra, hogy te felszállhass a gépre. És akkor ott valahova téged dob az meg, mint a kártyapakli. És utána plusz a lábtér, plusz ha ablak mellett akarsz ülni, plusz ha folyosó mellett akarsz. Tehát ha nem fizetsz semmit, akkor jó eséllyel középre rak téged. Úgy középre, hogy az ablak meg a folyosó közötti székre. Se az ablak mellett nem ülsz, se a folyosó. Igen, tehát abszolút te legyen szar. Tehát be is húgyozzál, meg még semmit ne is lássa. Na, és utána jönnek ez az 1500 plusz, hogyha a folyosó mellett, 2000 plusz, ha ablak mellett, ha egymás mellett azt mondják, hogy még 5 és 50 euró között van az összeg körülbelül. Ez attól függ, hogy milyen járat. Meg akkor, hogyha elsősor és nagy lábtér azért pluszba, tehát bazd meg, hát akkor nem azt kell mondani, hogy repülj 3000 forintért akárhol. Ja, meg ugye a csomagodat csak akkor viheted föl, hogyha priority line-t veszel. Ezek annyira föl tudnak kúrni, hogy ugye nem gondoljátok, hogy mit tudom is én, hogy már nem mondom ki az összeget, mert az lesz, hogy azt is az egyesület pénzéből. De egy fényképezőgépet. Az berakom a pizébe, a gép hasába. Meg vagy tokti, őrülve. És akkor persze kifizeted. És a végén a 3000-esből lesz 10000-es jegy. Ami már nem olyan funny. Igen. Én most repültem egy román fapados légitársasággal. Te
De ott mondjuk hely, tehát nem én vettem a jegyet, hanem azt hiszem irodán keresztül van egy iroda, akivel itt Csíkba intézzük ezeket a dolgokat, és ez helyjegyes volt, de oda is, meg visszafelé is Stuttgartig rettegtem a repülőn, mert ezek ilyen kicsit már leharcolt Boeingekkel de repülnek. Ja, azt hittem, hogy ilyen turbó légcsavaros. Nem. Tehát semmi baj nem volt, csak tudod így, ülsz a gépen, dobál a termik, vagy a turbulencia, és így nézed az előtted lévő ülést, hogy hú, de meg van már kopva a bőr rajta, meg azt mondja, ez egész régi ez a gép, tudod, így elkezded nézni, ez mikor nyílik szét, vagy hol fog elrepenni. Igen, abban reményed, hogy a szeget tovább bírja, mint a bőr az egyébként. És ráadásul ezek úgy repültek, hogy tudod, kapunyítás, és még nem volt ott a gép, és ezt csak megjött a repülő, pik-pik-pik kifele, mindenki, fődugták a csövet, és mi már szálltunk be. Mondom, azt senki nem nézi meg, hogy nem hiányzik egy csavar a gépből, vagy mit tudom is én. Tehát. Figyelj már, emlékszel most arra a balesetre, mikor eszembe jutott. Mi miatt a gép oldala kinyílt, bazd meg, és a nőt így félig kiszívta. Aztán túl se élt. Az egyik hajtóműből valami... Esett ki, igen. De mondjuk azért az a csaj, aki egy hajtóművel letette azt a gépet, azért az is ott volt a toppon. De az szerintem annyira nem kirívó eset, mert ugye régen az volt, hogy pont ezért a tengeren túli járatok csak 4 hajtóműves gépek lehettek. Viszont amióta annyit fejlődött a technológia, és az üzembiztonság, ezek az Airbusok, a Boeingek, ezek elrepülnek egy hajtóművel is, de úgyhogy semmi gond nélkül. Kicsit kiegyensúlyoz, kicsit balanszot állít, és mintha nem történt volna semmi. Tehát igen, ha belegondolsz, azért az úgy kemény, hogy mondjuk az Atlanti óceán fölött vagy félúton, és így beszarik egy hajtómű, és így, na most mit csináljunk? Kavics. Képzeld el, jöttünk visszafelé, és... becsekkoltunk, azt kiraktam 40 darab 10 millis aroma mintát a tálcára. Azt mondja a nő. Az még a jobbik eset, hogy nem 120-as barak, igen, százat. Azt mondja, mint a tudjuk ki, nem mondjuk ki a nevét. Nekem, ebből csak egyet lehet vinni. Mondom, ne idegesítsen már, érted? Mi az, hogy csak egy? A többit akkor vissza, mint a kokain csempészek, bazd meg, lenyelem, a faszom. A kollégámnak a bicskáját trollkodták, meg azt el is vették tőle. Tehát ugye úgy volt, hogy kimentünk Stuttgartbe, ez a Hall of Vape. Jaj, ezt ne mondjad, a szívem vérzik, bazd meg. Nem esett le, amikor küldted az autó, meg a... Leesett volna, mert német autók, bazd meg Porsche, meg a faszom tudja. De mikor aztán küldöd a képet, hú, mondom, ez nekem gyanús. Hány aksi volt abban? 30? Nem tudom, de kurvosok. Csávó a devaltos táskával. És mondom, bazd meg, nézem, hogy hol vagy, Stuttgart, rohadjál, megmondom. Hát, ugye előtte én meg láttam, hogy Phil Bussardo, hogy a Dimitri, hogy az anyám kínja, mindenki ott volt, aki... Tehát képzeld el, Charlie, hogy a Bussardoval kezet fogtam. És tudod már... Azóta mostál kezet? Persze. És Bussardoval kezet fogtam, és tudod, így kezdtem volna a kis kurva szarangolságom, de mellettem volt a kollégám is, aki segített volna mondani, hogy akkor csináljuk már egy szelfit, vagy valami, érted? Erre bazd meg jobbról berongyol egy ilyen 2 méteres, 200 kilós német óvodás, ilyen rövid... türingiai bőrnadrágba, érted? Hello, Phil, és így elsodorta a nem tudom ki az a csávót, akivel szokott lenni. A Dimitris, a Griofitis, vagy micsoda, nem tudom. Igen, azzal a görög. Tudod így, kezet fogtunk, és így elment a picsába, mondom, és így állok ott, azt mondja az imi kollégám, hogy te, azt mondja, mi van?
Hát mondom, bazzeg, ez a Phil Buszárdó, tudod ki ez? Nem, azt mondja, nem tudja, mi cigit árul, vagy mi van. És akkor elmagyaráztam neki, hogy ki ez az űrge. Mondtad a kollégádnak, hogy gyerekek, figyeljetek meg, ez olyan lesz, mint az edzőteremben. Ha nincsen selfie, nem hiszik el, hogy edzettünk. Igen. Mondhatom én, hogy a Phil Buszárdóval kezeltem. Nincs rá bizonyíték. Hát mi ugye az üzleti rész, mert ez is úgy működött, hogy pénteken reggel 8-kor nyitás, és délig csak a elméletben csak az üzleti partnerek mehettek be. És ugye mi a német partnerünknek a meghívására mentünk ki, de hát természetesen nem ott beszéltünk meg dolgokat, mert előtte egy napig ott voltunk náluk az ő üzemükbe, és akarunk venni egy gyártósort tőlük, és akkor egy picit így nézegettünk. Marha jó volt, mert tudod így, ez az André gyerek, te ismered, te tudod, hogy kiről van. Igen. Aki a Bécsi Expo-n aki a Bécsi, volt. Tehát mi a Bécsi Expo-n találkoztunk, és lényeg mi lényeg, hogy ott voltunk náluk egy napot szinte, és akkor így bemegyek, azt az André tud valamennyit magyarul, de hát a többiek németek, gondoltam én nagy naívan, erre kiderült, hogy 4 magyar dolgozik még ott. Tehát így mondta, hogy azzal is tudsz magyarul beszélni, azzal is aki a szalag mellett van, vele beszéljetek, mert ő ugyanazt a szalagot kezeli, amit venni akartok, sállala, sállala, és akkor így végigmentünk az üzemükön. Ugye ők főleg bérgyártást csinálnak más cégeknek, tehát nem kispályások gyártás ügyileg, bár láttam egy-két érdekes dolgot, tehát én most már tudom, hogy én önmagát a keverést, azt egy picit túlaggódom. Tehát nálunk ez sokkal flottabbul megy, mint ott, vagy hát, hogy mondjam, sokkal patikásabb ez a sztori, 25 literes hordókba kevernek, beteszik egy ilyen gépbe, szobahőmérsékleten ráadásul, és akkor összemérik tudod a cuccot, rátekeri a 25 literes hordóra a kupakot, és beteszi egy olyan gépbe, ami gyakorlatilag egy festékkeverő. Láttál már ilyet? Milyen? Mert az elejét nem értettem. Mint egy festékkeverő, tehát van olyan festékkeverő... Ja, és azt így belenyomja a tartályba is ott. Nem. Lezárod a dobozt, a festékes dobozt, berakod ebbe a szarba, és becsukod. Ja, tudom. És minden irányba elkezd pörögni benne a doboz. Na, és akkor így kevertek. Tehát 24 órát tudod... Ezt akartam mondani, hogy ezt ők tudják, hogy 24 órát kell egy likvidet keverni. Fogalmuk sincs róla, viszont kurva sokat csinálnak. Úgyhogy így egy picit vidultam magam, hogy mi 70 fokon keverünk, 45 perc, nem gravitációs keverőt használunk, stb. Tehát van egy De ettől függetlenül, tehát én gondolom, hogy az is ugyanúgy összekeveri, mint ez, csak mondom, én egy picit túlaggódom szerintem ennek a dolgát, és akkor így jókat vigyorogtam magamba. Úgyhogy nyilván hasznos volt. Ez a kiállításról nekem egyébként az a véleményem, hogy rettentő szar irányba megy a vép, nem is tudom, ipar, vagy hogy kéne ezt mondani, a piac és a felhasználók. Tehát a Bécsire emlékszel, hogy milyen volt, meg hogy úgy persze. Nagyjából a hogy neked nem tetszett. Nagyjából a levegőbe milyen illatok terjengtek, meg milyen erősségben, meg milyen likvidek voltak. Na most a Bécsit szoroz meg 4-gyel. Igen, ezt mondtad, hogy borzasztóan túl vannak aromázva, már ott is a szám. Érted? Ragadt a szám,
és a szukralózt már szinte nem is használ senki. Tehát ugye mi hagyományosan biztonságos édesítőszerként a szukralózt használjuk. És most már nem is tudom, milyen édesítőket használnak, de a három slukk után hány ingered van. Tehát emlékszem rá, hogy egyszer mondtad, hogy az amerikaiak milyen likvideket szívnak. Szerintem ez most így begyűrűzött ide is hihetetlen módon. Úgyhogy nem voltam, hogy is mondjam, ilyen örömködős kedvembe. A kollégám az kettő és fél óra után, pedig még egyszer mondom, tehát mi az üzlet, tehát még akkor a tömeg nem volt bent. És a kollégám kettő és fél óra után mondta, hogy most vagy kimegyünk, vagy itt fog hányni a terem közepén. Tehát egyszerűen hihetetlen. Na, most már elhiszed azt, mikor mondtam neked, hogy a segízűvel meg a Borisszal, mikor 10-15 amerikai likvidet kóstoltunk egymás után, és utána másfél-két órát nem tudtunk más szívni, mert olyan borzasztó szarul voltunk tőle. De ugye ezt mondtam neked is, hogy azért van ez a tetves túlaromázás, mert szívják a Cloud Chaser kazánt, belebaszva végével, abba kell az aroma, hogy valami azért legyen, ne csak az az édeskés fos, és hát ezt hozta magával, bassza meg. Azt hiszem 12 Monkey, az most valami nagyon... Hát a 12 majom. Igen. Csináltak a filmnek megvan a likvid adaptációja. Ez cég, öcsém. Tehát nem csak egy likvidjük van, hanem ez egy cég. És olyan iszonyatosan túlaromázott likvidjeik vannak, hogy az valami hihetetlen, és tőlem szívtam valami mangót, és ugye a mangó az úgy rendben lett volna, csak még mellé, amit kaptál, ívet ilyen mézes, vaníliás, cukros szart, három slukkot letettem, tudod, így kifordultam, elmentünk egy másik standhoz, és így megnyaltam a számat, és ragadt, öcsém. Tehát nem tudom, mi volt abban a cuccban, de brutális volt. 10 millis kiszerelés alig, 50-100 millis. 50-80. Igen, tehát 50-60-as üvegbe, 80-100-as üvegbe, ugye a shotokhoz előkészítve a cucc. Viszont volt egy nagyon jó pofa sztori, hogy ott volt a Gorilla palacknak a gyártója. És így mentek. Az úgy hallom, hogy most mindenkit beperel a gecibe. Mentek minden standra, és nézték, hogy a Gorillában van akkor az az övék, vagy kínai. És a kínai volt, már írták is a jegyzőkönyvet. Érted? És állítólag már nem az első kiállítás, ahol ezt megcsinálják. Hogy ott vannak, végigmennek. Hát már csak a kártérítésekből lesz egy jó kis bevételük amúgy. Szóval... Hát azt nem mondom el neked, hogy ki volt a cég, aki nálam volt, ugye mint ISP voltam a képben, és én szolgáltattam mondjuk nekik a tárhelyet, de pont kint voltam a tengeren túlon, és pont jött egy e-mail arra az e-mail címre, amit ugye sose használ senki, az abuse-ra jött, és abuzáltak engem, mert hogy tudod, van valami webcrawlerük, és folyamatosan darálja végig a netet, és ahol beleakad abba, hogy Vaporshark, azt így kibassza nekik, és ezt szépen ellenőrizgetik. És írták nekem a levelet, hogy tudják, hogy én vagyok az ISP, de van egy olyan website, amit én üzemeltetek, és hogy kamu Vaporsharkokat árulnak, hogy tegyem meg a szükséges lépéseket. És akkor... Ugyanez, mint... És ilyenkor tudsz bármit is csinálni? Persze, persze. Hát ez benne van a szerződésben is, ugye, amit én, mint ISP kötök a weboldal üzemeltetőjével, hogy amennyiben én találok jogsértő tartalmat, felszólítom rá, és X napja van arra, hogy eltávolítsa egyébként a szerződést, felmondjuk, és megtesszük a szükséges jogi lépéseket. Ilyenkor pedig ugye a felelősséget tovább hárítjuk, tehát hogyha engem megkeres valaki, hogy én vagyok az, hitelt érdemlően azt mondja, hogy
azért vagyok az, mert itt van, tessék, én vagyok az, és elküldték nekem ugye a jogvédésről a dokumentumot, a szabadalmi dokumentumot, és ez alapján kérték, hogy tegyem meg a szükséges lépéseket, nekem meg kellett tenni. Úgyhogy hát jó csinálják, hát hol tudnak máshol, tehát igen, Kínának ez a kurva nagy előnye, és mindjárt átfűzhetünk egy sajnos magyar vonatkozású dologra is, hogy ez a kurva nagy előnye Kínának, hogy most őszintén, mit csinálsz Magyarországról, ha bazd meg találkozol egy termékkel, ami a tied, de Kínában valaki a nem tudom én hány millió ferdeszemű közül, és sajnos mindegyik ugyanolyan, egyszer csak elkezdik klónozni. Kimész Kínába? Nyakon vered? Hát nem tudod. Egy, nem találod meg. Kettő, hogy a picsába. Tehát baromi nagy előnye van ilyen szempontból a távolságnak. Sajnos. Aha. Hát, na. De akkor jöhet az a téma, ami most a napokban foglalkoztatott engem. A fekete és nem, leves. Tehát ilyen outsiderként, mert én se nem készítő, se nem forgalmazó, se nem semmi nem vagyok, csak tudod, a vélemény olyan, mint a segjuk. Nekem is van egy segjukam, meg hozzá a véleményem, és megjelent a örüljünk vagy ne örüljünk, de megjelent a dwarvnak is mindenféle permutációja, nem eredeti csomagolásban, nem eredeti kiszereléssel, nem az eredeti jártósorban. Hogy többen másolták, tehát hogy nem csak egy verzióban igen. Létezik. Mm. Igen. Igen, és másolták a palástot, a pisi színű palástot, a mondd már mi a tököm, a két millis levegőcsővel kompletten az MTL-t, nem, nincs róla kétségem, hogy a DL-t is fogják, ha még eddig nem tették meg, vagy csak nem találtuk meg, és ennyi. És a legelszomorítóbb egyébként az egészben, hogy úgy tudom, hogy tehát nem csak a hazai piac fedezte ezt föl, hanem más is, és attól függetlenül, pont ma volt egy zárt chatben beszélgetésem olyan emberkékkel, akiknek van valami közük a hazai ilyen adok-veszek fórum, nem fórum, adok-veszek Facebook csoportokhoz, és nekem számomra ez olyan egyértelmű lenne, hogy magyar terméket akarsz, nem eredetit, hanem klónt árulni, nem engedem be, törlöm. Másodszor is, nem engedem be, törlöm. Harmadszor is, nem engedem be, törlöm, és még téged is kivaszlak. És akkor nem ez lenne, tudod, ez a, mindig ettől for föl a víza az embernek, ez a csak kipróbált, meg nem használt, de nem kell nekem, ez a, tudod, mikor berendez kettőt, hármat, igen, és igen, akkor... Igen. Erre nem kell annyit várni, Duma. Hát, ja. De úgy látszik, ez csak az én fejemben ilyen fekete és fehér, mert más nem így gondolja, de sajnos, szóval Én megmondom őszintén, hogy a dwarf történetet azért sajnálom, mert árban egy megfizethető kazáról beszélünk. Azért lássuk be, hogy nem a 40 ezres kategóriába versenyzett a dwarf. Persze ez se volt jó, tehát itt is ment a finnyogás, hogy az nem jó, meg nem is tudom, valaki ott a múltkor ilyen tök határozottan elmondta, hogy konkrétan szar a minősége. Érted most? Ja igen, és akkor, hogy kibaszhattok innen, az összes poszt alatt oda fogom írni, hogy szar, és akkor leírta ezt még ötször, hogy szar, és 5 perc múlva belájkolta az oldalam. Hát mondom, ezt megfigyeltanak, vagy mi van? Tehát, hogy jó, én is, nekem van egy japán dízelem, oda megyek majd a BMW fórumra, azt elkezdem őket oltani, hogy mi, hülye, buzik vagytok, a rizsrakéta az igazi. Lehet, csak nincs értelme. Semmi. Tehát nekem, figyelj, tehát a dwarf pont az a kazán, amit ha az ember el tud találni vattázásba, azt mondom, hogy örök élet 2 nap. És szeretni lehet. De ha nem tudod eltalálni a vattázását, ha nem érzel rá, akkor
Nekem volt olyan vásárlom, akinek megmutattam, bevattáztam, ő is megpróbált, és nem ment neki, és három ilyen vattázás után főbaszta az agyát, és eladta a dvarját. Tehát nem biztos, hogy ez mindenkinek való kazán, de én azt mondom, hogy árban, ízben, teljesítményben egy hihetetlenül korrekt cucc. Csak ugye mindenki hozzá van szokva a 20 dolláros kínai másolatokhoz, amik egyébként hol jobban, hol szarabbul sikerülnek. Szerintem amúgy a dwarf egy klónok, amit láttam és amiket olvastam róla, szarul sikerültek. És a dwarf... De tudod, hogy mindig az van, hogy az első széria szar, aztán majd jobb lesz. Igen, csak ha, ez a szomorú tény. Ha megnézed a DL-t, az egy annyira finoman, tudod, ez a szara minősége, tehát annyira finoman összerakott cucc, hogyha ott századmilliket tévedsz mondjuk a kéménnyel lezáró, nem tudom én, minek hívják azt a... az a bízbasz, tehát ami lezárja a tetejét, ha csak annyit tévedsz, akkor vagy állandóan le fogod húzni, és belelátsz a tekerésbe, vagy volt, aki már mondta, hogy a kínai dvarnál nem, hogy a teteje jött le, hanem az egész palástot lehúzta a tekerésről. Szóval, na... És ami érdekeset még hallottam, kis insider info, valaki beszélt valakivel, sem az A, sem a B felet nem kívánom megnevezni, de a B fél az egy olyan ember volt, aki nem beszél magyarul, csak nagyon vékonyan néz, és klónokat gyárt. És hogy azt mondta, hogy mindig van egy ember, aki teszem azt mondjuk, 350 dollár egy billetbox, ő megveszi 350-ért, és azt mondja neki a rizszabáló, hogy én odadom neked a dupláját, ha elküldöd. És mindig lesz egy ember, aki elküldi. De nem figyelj, és szerintem el se kell küldeni, Charlie, hát egy halom kínai itt van Európában, bárhol. Tehát persze. Még csak nem is kell, mit tudom én, benfentesnek lennie annak, aki elküldi. Meg kell néznie, hogy mit, hogy, merre, és egy erőt eszembe, hogy a kedvenc kínai gyártóm újra innovált egyet, beszéltünk vele a kiállításon, és képzeld el, hogy mi ment a háta mögött a tévén? Hát a filbuszálló tesztelte a készüléküket. Érted? Tehát így lefagytam, amikor megláttam. Nem elég, hogy nem tudok vele beszélni, még a kínainak a készülékét is tesztelt. Na mindegy. Szóval nekem ilyen, tudod, ez a fixa ideám, hogy egy készülék az olyan legyen, hogy a szipka az védett legyen, amikor zsebre teszed, ne menjen bele a zsebkosz, stb. És ezek csináltak egy ilyen kifordítható kazános készüléket, eszméletlen jó. Tehát ez egy 650-es EGO méretű készülék, és nagyon-nagyon-nagyon tip-top a megoldás, kihúzod, kifordítod a szipkás részt, visszatolod kontaktól, és már szívhatod is. Utána megint kihúzod, elfordított 180 fokkal a kazánrészt, betolod, és bemegy a helyére, és nincs szipka. Tehát eszméletlen jó. Nekem annyira tetszett, tehát tényleg ezek az előre mutató innovációk. Állítólag valami díjat is nyertek egyébként ezzel az innovációjukkal, úgyhogy hajrá. Előgondolkodtak. Igen, igen, és ez a Vaptio, tehát ha valaki fölmegy a Vaptio oldalára, akkor ott meg tudja nézni. Amúgy a többi készülékük is aránylag korrekt és jó árba van, de ebből azonnal rendeltünk, mert nagyon megtetszett a készülék. És így.
Na, visszatérve Stuttgartra, tehát amit látta, hogy hol laktunk, az Böblingen volt. Tehát Stuttgarttól Böblingenig csak Mercedes gyárak vannak az út szélén, tehát az Toda Smart, akkor itt a nem tudom én melyik Mercedes versenyautót, ott AMG gyártanak, tehát full Mercedes csoport ott van, és egy V8 nevű szállodába sikerült Böblingenbe helyet kapnunk, amiről nem tudtuk, hogy ez milyen szállod, amikor odaértünk. Apám, ez egy repülőtér, két buzi nagy hangárral, amit átalakítottak szállodának, és nem a hangárt. Tehát a főépületet alakították át, és mögé még építettek szállodát, és annak is az alját, és telepakolták ilyen felújított autókkal, amiben csak gyári alkatrészek vannak, és ilyen 200-tól 500 ezer euróig lehetett venni egy ilyen 40-50, 60-80 éves használt Mercedes-t. De láttad, hogy milyen állapotban voltak a kocsik. Hát tehát, nagyon patentok voltak. Mint az új, tehát mintha most jött volna ki a szalagról, és fú, tényleg két napig ott bolyongtunk, csak így. Ja, és vittek el autót. Tehát mi azt hittük, hogy ez valami kiállítás, csak tudod, amikor közelebb menti, akkor ott volt az árcédula, így egy ilyen külön kis állvány. Hoppá! Hát ez olyan, mint biztosan bemennél a Louvre-ba, és látnál. Igen, a Monalizát ma ennyiért adjuk. Igen. És menő. Vittek el, és japánok jöttek, és ja, és lehetett olyan ágy, vagy olyan szobát rendelni, azt nyilván mi nem ilyenbe laktunk, hogy az ágyad is autó volt, természetesen Mercedes, mert mi más lett volna, érted? Itt is vehetsz ilyet, bemész a bútorboltba, és a gyereknek azt a faros levezet kivágottál. Ágyad, de gondolom ez nem az a kaliber volt. Nem. Szenzációs volt egyébként, és azért úgy érdeklődtünk, tudod, bérek, meg egyéb dolgok iránt, ott volt egy-két helyi, akivel így beszélgettünk, és hát na, szóval onnan nézve ez a menekült ügy azért egy picit másképp néz ki. Tehát annyi munkaerő hiányzik a német piacról, hogy az valami elképesztő. Tehát ott azt mondják, hogy ha nem tudnak, mit tudom, x millió munkaerőt mozgósítani Németország irányába, akkor gyakorlatilag bezárhatnak az üzemek. És ilyen 60-70 ezer eurós éves béreket fizetnek. Abból meg azért lássuk be, hogy a horvátok most kezdenek-e sikítozni, hogy fél Horvátország nincs már otthon. És szerintem nem mellesleg ránk is ez a sors fog várni, hogyha így haladunk tovább. Hát úgy hallottam egyébként, már múltkor olvastam a határátkelőn, hogy már ilyen szakmák is, tehát nem az az idény szakma, hogy kimegyek szüretelni, hanem vonatvezető. És azt mondja, hogy a 3-4-szeresét, hogy azt mondja, hogy mikor megkapta a fizetését, szégyelte magát, és nem mert hozzányúlni a pénzének egy részéhez hetekig, hogy biztos elszámoltak. Biztos el fogják kérni, vagy visszakérik. Hogy visszakérik. És aztán így, hát ezek nem kérik vissza. Aztán ennyit keresek. Mert pótlékok, meg anyám kinyaszít, hogy elszámolták. De hogy ilyenek, a buszsofőrök is mennek. Hát azért írják most, hogy nem tudom, hallottad ezt, hogy mi volt itt a valamelyik trolibusz végállomáson? Összeszólalkozott. Összeverekedtek a buszsofőrök. De úgy, hogy az egyik elővett egy viperát, a másik meg egy kést. És az milyen? És mi volt a vita tárgya? Hát kb. Ilyen kaliberű, hogy nem álltál arrébb, nem férek el tőled. Ilyen. Hallod? És akkor mondják, hogy már boldog-boldogtalant fölvesznek, már B kategóriával fölvesznek, csak azért, hogy menj oda, csináljad, és legyen ember, és mondják, hogy akik meg ott dolgoznak, 10-15 év, és tudod, ez a kiégnek, belefásulnak, elhiszem. És akkor kimegy ilyen? Ausztria, Németország, hány olyan kamionsofőr tudsz mondani, akik kindolgoznak Ausztriától nyugatra? Mert itthon szart se
illetve hát nem szart sem, mert itthon is viszonylag jól keresnének mondjuk, de ott megkeresik a háromszorosát, négyszeresét. Itt is ez megy, elszipkázzák, és akkor mi mire várunk? A közmunkaprogramunkra, hogy már tovább ne menjek, meg arra, hogy tőlünk keletebbről, Ukrajna felől, meg Románia felől jöjjön ide melós. De hát ők se jönnek, mennek tovább. Hát maximum... mennek az M5-ösön, azt irány az M1, M7, aztán mennek valami értelmesebb desztinációt keresnek, ahol megkeresik a sokszorosát annak, amit itthon, és sokszorosát, még több sokszorosát annak, amit otthon keresnének. Tehát így szarva leszünk, egészen biztos. Romániában, most ha hiszed, ha nem, valami ötszörösére emelték az orvosok fizetését, tehát ilyen 350-450 ezer forint között van az orvosok fizetése. Nyilvánvalóan itt is már olyan tragikus volt az elvándorlás, hogy ez valami hihetetlen. Ugyanazt a magyar munkahelyet, amit mondjuk nyilván nem neked, de amit otthon kínálnak, azt picivel jobb fizetése, ingyen szállással, mindenféle juttatással hirdetik itt kint Csíkszeredába. Tehát kezd azért itt is tragikus lenni a helyzet, és tényleg csak azok nem mennek el, akik nem akarnak. De hogy nem fogjuk tudni ezt az egészet kezelni, az teljesen egyértelmű. Még egy dolog, amit nehezen, de kezelnünk kell, és én ezzel a gondolatébresztővel tennék pontot a mai adás végére, hogy csak annyit mondjunk, hogy mujó. Nem rossz indulatból, de hát ugyanúgy, ahogy nekem közbe jött valami, egy ilyen fél éves gap, még mindig ugye neked elküldtem a videót, hogy néz ki a helyszín, ahol most én ülök a gép előtt, és azért szar a hangom is, mert semmi technika nincs összerakva tényleg. Mint ahogy elkezdtük a számítógépbe bedugva a helyszínt. Semmi technikával is egészen jól hallak, tehát... Na, ennek igazán örülök. Szóval mióta Mujó is nem freelancer, vagy hogy mondják ezt, szabadúszó, nem a saját ura, hanem egy cégnél alkalmazott, sokkal nehezebb. Pláne, hogy tengeren túli a cég egyik bázisa a magyar mellett, és így eléggé eltolódtak az adásfelvételek, ahogy lejött nekem ugye ez abból, amikor elkezdtetek ott csetelni, hogy na, most értem a gép elé, ne, én még most úton vagyok, most kajálok, és akkor az nem olyan vicces, mikor mondjuk 9-kor tudtok elkezdeni 7 helyett adást fölvenni, ami kint vagy Romániában, és az neked 10, úgyhogy Mujónál egyre többször jött az, hogy nem tud 7-re jönni, nem tud 7:30-ra jönni, nem tud 8-ra jönni, és ez így áthidalhatatlannak tűnik. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz többet Mujó, ez csak annyit jelent, hogy hogy most egy olyan időszaka van, amikor nem tud 100%-osan itt lenni velünk, viszont föltettünk mi is ugye egy felhívást, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, tehát, hogy aki érez magában annyi eltökéltséget, szándékot, bármit, hogy csatlakozzon hozzánk, jó a beszélőkéje, az jelentkezzen, és küldjen el valamilyen ilyen demo anyagot, hogy meg tudjuk hallgatni, hogy milyen élőben, és tehát mindent tudunk adni, mert Mujónál ott van a mikrofontól kezdve az állványon keresztül minden szírszar, ugye nálam van külső hangkártya, tehát minden feltétel adott lenne, csak száj kéne hozzá, meg egy szabad nap a héten, ami általában szerda este. Hát, hogy mondjam neked, Fifika, nem tolonganak, és akkor finoman fogalmaztam, senki nem jelzett azóta sem. Mindenki kiment külföldre dolgozni konkrétan. Igen. Persze, tudod, vagy Bárány Miki mondta pont ezt, hogy
mikor föltettük ezt a bejegyzést, hogy embereket, és akkor mindenki elkezdte ajánlgatni, hogy menjen ez, menjen az, menjen az, és akkor mondta Bárány ki, hogy hát én elhiszem, hogy mindig a más faszával legkönnyebb verni a csalánt, de mindenki saját nevében nyilatkozom, szerintem az lesz a jó, igen, én is ezt alá tudom írni. Mondták ugye a Blackit, de hát Blacky szegény néger rabszolgák életét éli, és 7 napból 6 napot dolgozik, időeltolódás van ott is, ha nem is sok, 1 óra, de ő akkor még vastagon dolgozik, amikor mi már a gép előtt ülünk, tehát az neki még csak 6 óra, ami 7 óránk, ő meg valami 6:30-kor végez, meg plusz az utazás, meg az anyám kínja, közben nézek kifelé az ablakon, denevérek rohangásznak itt, úgyhogy jó pofa. Szóval nincsen olyan ember, pedig most is meg tudnám mutatni az összes hangadó, vagy mit tudom is én, aki elégedetlenkedik, hogy na hát tudom, én ezt jobban is megyek, aztán megmutatom, vagy én leszek ott az ellen hang a troll, beszélgetésben. A troll, szeretettel várjuk. Igen, a trollságot. A trollságot. Úgyhogy semmi. Lehet, hogy az lesz, hogy akkor maradunk így ketten, aztán, hogyha tényleg olyan van, ahogy beszéltük is, ha olyan adódik, hogy valami összejött Mujónak, és valami nagyobb anyag van, amit ő is közzé akar tenni, vagy valami, és éppen ráér, akkor bejön, és elmondja, de hát azt nem, te is, tehát mondta többször is, hogy nem tudnád egyedül, Fifika, és elhiszem, hogy nem tudnád, mert csináltad nem egyszer egyedül, nagyon fárasztó, 1 órát végigbeszélni, érdemes, érdekes témákról. Nem lehet, nem. Meg nem is szabad egy emberre áttolni, hogy na, most nem érek rá, csinált te. Ez minimum 2 ember. Visszatérve erre a magányos sztorira, tehát podcasteket hallgatok, és volt egy srác, aki ilyen egyszemélyes csillagászati podcastet csinált. Nagyon laza volt, nagyon egyszerűen nem magyar, tudtam nem? hallgatni. De magyar. Magyar. Igen, emlékszem rá, ott volt a workshopon. Igen. Egyszerűen nem tudtam hallgatni, mert kell egy másik hang, kell egy diskurzus, érted, ami kialakul. Na, szóval nem olyan. Ez van. Ezt kell tudomásul venni, viszont nagy-nagy respekt azoknak, akik még ezek ellenére is támogatnak minket. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Most pont ezért én úgy gondoltam, hogy azért az korrektebb, hogyha az utolsó hónap miatt, mert most kimaradt 3-4 adás, most nyomok nekik egy pauszt, és legyen egy free hónap nekik. Mindenképpen. És akkor, ha megindul a content, akkor visszaállunk a régi kerékvágásba, majd mi ketten paskoljuk egymás nemi szervét, és tudod, abban a zárt burokban fogunk élni ketten, hogy ó, nagyon igaz, amit mondtál, Fifig, ó, Charlie, amit te mondtál, sokkal igazabb, és akkor így egymást így vezetjük a halhatatlanság és tényleg útján. Igen, semmi buzulás, a szrühelle. Te kivered nekem, én kiverem neked. Ennyi. Ja. Úgyhogy ezt így érdemesnek tartanám, vagy tartottam volna megegyezni, hogy mindenki előtt nyitva áll az ajtónk, nem harapunk, nem a fasz, nem. De még egy hang az mindig jól jön, állandó hang. Tehát igen, ez lemondásokkal jár, a szerda esténk el vannak baszva, nekem még a csütörtököm is, de az senkit ne érdekeljen. Tehát igen, ez valamennyi időt elvesz, addig nem lehet nézni a
sorozatot, addig nem lehet gyereket verni, addig nem lehet akármit csinálni. Pornófilmet letölteni. Igen, igen. Ja, igen, mert hát azt is kell ilyenkor kapcsolni. Igen, mert az viszi a sávszélességet, tehát na. Két dolog fix, egyik a nyomor, a másik a szerdai podcast felvétel. Várunk mindenkit szeretettel. Menjetek Debrecenbe, jelentkezzetek hozzánk co-hostnak, hogy ilyen szép szavakat dobáljak a levegőbe. Nézzétek az HBO Go-t, folytatódik a Szolgálólány meséje, és a annyira fáradt vagyok már, és a kedvenc science fiction western, és nem tudom én milyen sorozat. Westworld, így van, sorozat. Ha már így bedobtad a sorozat állóvizébe a kavicsot, akkor én is mondanék egy párat, mert hát attól függetlenül, hogy nem podcasteltem az én voltam így sorozatot. A büdös kurva faszba. Az egyik, ugye nem tudom, te nézted a Six-et? Hogy a fenében? Hogy a fenében? Ó, bazd meg, jó, akkor mondok neked még, ami ilyen, a fú, bazd meg, azt most hirtelen mondtam, hogy mondok még egy ilyet, ami, mert rá kéne néznem a NAS-ra, hogy mi a címe, mert ez annyira új számomra még a sorozatok mappában. Viszont én néztem egyet, amit valószínűleg te is néztél, és az egyik, tehát isteni jó ez a Milliárdok nyomában, ahol a... Mi a angol címe? Nem tudom, mi az angol címe, de és a fickónak se tudom a nevét, csak hogy ő volt a Brady a Homelandben. És tudom. Igen. Na mondok én is ilyet, amik így szembe jöttek velem, és csak azon a vonalon, mint a Six. The Brave. Megvan? Nincs. Kicsit, tudod, az már inkább ilyen populáris vonalon megy el, tudod, ez a jól elkülöníthetően SEAL kommandósok egy epizód alatt egy problémát megoldanak, minden epizód külön probléma, és a többi. De jók a karakterek, szerethető. És ott van még a Terror, nézed? Nem. Terror. Nem. Azokról a brit hajósokról szól, akik az északi sarkon keresztül, tehát a jégen keresztül akartak átmenni. Északi sark és úgy át a jégen. És két hajó, az egyiknek a neve a Terror, azért ez a film című, tehát nem ja, hentelés. Semmi hentelés, igen. 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 Tehát a kurva jó színészek vannak, nem tudom ki az a színész, bazd meg, aki a izé volt, mondjad már, a Pókemberben az Oktopusz. Én se tudom, de tudom, hogy kire gondolsz, igen. De az arca megvan. Na, ő a kapitány, aki vezeti az expedíciót. Na, szerintem jó karakterek vannak benne, kurvára hozza. A képi világ, a szín, a hangulat nagyon jó. A másik pedig, amit most kezdtem el nézni, az a SEAL Team. Megvan? Nincs. Nincs meg. A SEAL Team, az meg a Dr. Csontból a faszi. Igen? Nem a Bones, mondd már, hogy hívják a fasziát. Mindegy, az. Az. Az játszik benne, ő a de, na ez már közelít a Sixhez. Nagyon jó, kurva jól viszi a vonalat. Talán 4 vagy 5 rész van idáig feliratozva, de jóval több rész fönn van már az első évadból, úgyhogy az is egy zseniális sztori. A Punishert, azt nem tudom neked elégszer elmondani, hogy milyen kibaszott jó volt, nem tudom, nézted, de megnézted az évadot, ugye a Marvel's Punisher-jét? Nem. Mit is néztem? Krypton, talán. Az nincs. Ez mondjad már, a Superman nagyapja a Krypton bolygón cím. De nem, tehát nem rossz, nézhető, teljesen jó a sztori. Nem, nincs meg, de most én szerintem, hogyha befejezzük a beszélgetést, akkor úgyis még az anyag töltődik föl, megyek le, aztán tekerem tovább a SEAL Team-et. Jaj, és ott van, és ezt már most csak magyarul fogom mondani, a Diane védelmében megvan? Megvan, de még nem kezdtem elnézni. Az első évadot sem? Nem.
Nézzed, zseniális. Aki nem látta, a csaj, a főszereplő ügyvédnő már úgy kezdődik, hogy nyugdíjba vonulna. Viszont az egyik rokonnak a nyugdíj alapja az így hopp, így befordul hirtelen maga alá, ugrik a nyugdíj, és azon a napon írta alá a kilépő papírját annál a cégnél, ahol ő cégtárs volt, tehát ott volt a neve a cégtáblán is, és aztán nem lehetne mégis, ma aláírtad. És akkor itt így két cég közül a pad alá, dolgozni kell bazd meg, mert ugrott a nyugdíjad. Ú, de gáz. És ez kicsit olyan House of Cards feeling, és a főszereplő az pedig a Big Bang-ből a nem a Sheldon, ki a másik, mondjad már? Igen, de én... Igen, annak az anyja, a szexológus. Néztem ennek az előzetesét, és azért... Nem az előző, az előző, tehát az előzmény sztoriát, az ifjú Sheldont? Nem, tehát a Diane védelmében annak néztem egy ilyen bevezetőjét, vagy nem tudom én miét, és akkor ragadt meg bennem, meg akkor pipáltam be, hogy na, ezt meg kell néznem. Úgyhogy tudom, hogy ki az a tyúk. Mert ugye a másik sorozatot azt nézem. Igazi milf. Sőt, még a félvércsaj is. Ha? Nem mondjunk több. Vannak benne félvércsaj. Na, 8-4-re van értékelve 10-ről IMDb-n. Nem rossz. Egyébként most egészen sok sorozat nagyon jó értékeléseket kap. Tehát, kivéve a Walking Dead. Kivéve a Walking Dead, igen. Basz meg, hallod, annyira nagyot akartak baszni, és megint nem jött össze a 8. évad, de én most már csak azért nézem, hogy sajnálom őket, hogy ne legyen már rosszabb a nézettség. Legyen már, aki nézi őket, érted? Ja. Emlékszel arra jópofa anekdotára, amikor oda ment az íróhoz a rajongó kislány, és mondta, hogy mester, elolvastam a könyvét, és így végignézte a fickó, aha, szóval maga volt az. Megnéztem a Walking Dead-et, aha, szóval te voltál. Igen. Ja, úgyhogy mindenki el van látva sorozatokkal. Én úgy döntöttem, hogy a Into the Badlands-t azt elkaszálom, tehát az nekem az nagyon beteg volt az a sorozat. A Westworld-ot azt folytattam, az sokkal betegebb lett, mint az első évad. Nem tudom, néztél-e már belőle? Kettőt néztem. Hú, basz! Hallod, én kapkodtam a fejem. Ez mondom mi. Olyan évtizedek ugrálnak jobbra-balra, oda-vissza, és de jó. Tehát attól függetlenül, hogy kapott egy headshotot a végén a parknak az elindítója, ugye Anthony Hopkins, mégis csinálják tovább, és kurva jó sikerült elkapni a fonalat, úgyhogy abban még van bizodalmam. Walking Dead már egyre kevesem, de ott meg az előzmény történet, a Fear the Walking Dead, az, amiben most meg crossover van, átment a, majdnem négert mondtam, de afroamerikai, a botos, tudod? Aha. A botos csávó átment, és most már megint az volt, hogy ez sokkal előbbi a Fear the Walking Dead, és akkor itt a botos csávó meg elindult a Walking Deadből, megérkezett a Fear the Walking Deadbe, és akkor most már abszolút, szerintem ott is elbaszták ezzel az idősíkot, de mindegy, hát ne nekem legyen igazam. Kijavítják. Azért csak, azt nézzük meg. Ne aggódjál. Persze, mindent. Vagy nem. Vagy nem, igen. És együtt basszák el a két sorozatot. Na mindegy, Fifika, 1-12, kertkapu be, szerintem, örüljünk annak, hogy megint volt podcast, ketten voltunk, és megpróbáljuk rátenni a célt, hogy legyen jövő héten is, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Addig meg neked áldás békesség, és nézzétek meg, hogy Stuttgartban milyen ködöt fújtak, mert az még zárójelben utolsó mondatnak, hogy azért az beteg volt az a videó, mikor kinn álltak ezrével a véperek. Azt láttad azt a videót? Igen, láttam, sőt, hát ott beszéltünk is róla. És ott hitte az ember, hogy tüntetés van, mert hogy egyszerre skandáltak valamit, nem tudom, mert németül,
és mikor mondják, hogy drei, zwei, eins, és egyszerre mindenki megfigyelte. Ennyit mondtak, tehát és ez és volt így, a... Hopp, így eltűntek az emberek, és szabad téren volt, és láttad azt, ahogy a levegő megindult, és így körbe-körbe forgott. Hú, kurva jól nézett ki. Stuttgartban olyan kutya hideg volt, hogy ezt, tehát ott a fölvételen ez nem látszik, de előtte ilyen 16 fokok, 18 fokok ilyen időjárás volt, amikor kimentünk, én vettem konkrétan egy kabátot, mert tudod, innen egy pólóba indultam, hát 30 fok van. És kiértünk Stuttgartba, és ilyen nap se sütött, 16 fok, 18, tehát elméletileg egy rekordot szerettek volna felállítani, azt nem találtam meg sehol se, hogy sikerült-e nekik. Az egyszerre felhívó. Igen. Ha. Nem nézett ki rosszul egyébként. Nem. Nos, hát akkor zárjuk be a kapukat, vegyetek Xiaomi telefont, játszatok Nintendo kézi számítógéppel. És igen, nézzetek meg a Persecuted-et, ha még idáig nem van, tettétek meg. Hagyom azt mondom, hogy szavazzatok rá, de itt nem lehet szavazni, basszus. Úgyhogy én örültem, hogy hosszú idő után ismét együtt lehettünk, bár ugye semmi buzulás. Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!